Hímes tojást készítettek a gyerekek a Szekszárdi Vosinszki Mor megyei múzeum pincéjében. Szokás az intézmény életében, hogy minden évben húsvét előtt tojásfestő szakkört hirdetnek a környező általános iskolásoknak. Az első csoport a DNS Valéria általános iskolából érkezett. Varga Zorka elmondta, hogyan készítették el a hímes tojást. A viaszba belemártotta a Pili néni azt, és utána rajzolt rá, belemártotta a piros festékbe, utána pedig megmelegítette, és utána letörölte. Úgy lett belőle színes tojás. Hepp Lilian büszkén mutatja az elkészített tojását, azt mondja, a szüleinek adja majd oda ajándékba. Én egy szívecskét, ilyen lebetiket, hogy tudják, hogy az enyém, és virágokat rajzoltam a tojásra. Sámuelné Fekete Hedvig elmondta, az iskolában is nagyon odafigyelnek arra, hogy a gyerekek megismerjék ezeket a régi hagyományokat, igyekeznek az összes ilyen lehetőséget kihasználni. Hozzátette, ezeknek a foglalkozásoknak tanító célzatuk is van. Nagyon szép munkák születtek, és nagyon örülnek neki. Ezt kellene nekik most már megtanítani, hogy amit a saját kezükkel alkotnak, az mindig sokkal értékesebb, mint amit vesznek valahol. A szakkört Lehel Péterné tartotta, aki elmondása szerint már 40 éve jár ezekre a foglalkozásokra a múzeumba. Kiemelte, fontos, hogy a gyerekek érdeklődését is felkeltsék a tojásírás iránt, hiszen csak így tud fennmaradni ez az évszázados hagyomány. A faluban már szinte rajtam kívül más nem csinálja ezt a tojásfestést ezzel a technikával, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ez a hagyományos tojásírás művészete tovább öröklődjön a nemzedékeken. A foglalkozásokon összesen 76 gyerek vett részt, és próbálhatta ki a tojásírás rejtelmeit.